Nemzetközi elfogató parancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen háborús bűnök miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság. Erre válaszul Dmitrij Medvegyev arról beszélt, hogy elképzelhető egy célzott atomcsapás a hágai bíróság épülete ellen. Skype-on kapcsoljuk Latman Tamást. Aki Prágában áll a rendelkezésünkre, és köszönöm neki, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát amit Medvegyev mond, arra szokták mondani, hogy persze annak igazából nincsen tétje kockázata, de azért egy hangulatot kelt Oroszországban is, meg a világban is nyilván. Ez természetes. Alapvetően úgy tűnik nekem a orosz politikai kommunikációban, hogy Medvegyevre van osztva ez a ijeszgetős orosz medve szerepkör. Azt tud érdemes rögzíteni, hogy az nem annyira újszerű, vagy meglepő, hogy egy olyan ország, aki valamilyen módon érintettjévé válik a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálatának, abból az irányból érkeznek ilyen jellegű kijelentések, csak emlékeztetnék, amikor alig néhány évvel ezelőtt még Donald Trump, amerikai elnök fenyegette meg azzal a Nemzetközi Büntetőbíróság alkalmazottait, hogy az Egyesült Államok területéről kitiltja őket, fellép ellenük, stb. Azért nukleáris, meg egyéb jellegű csapással a Nemzetközi Büntetőbíróságot még más nem fenyegette. Tehát ez minőségileg új. Jó, de hát az oroszok mostanában eléggé sok témában és tekintetben lépnek minőségileg újat. Egyebek mellett a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa éppen ezen a gondolkodásmódon alapul, amit Putyin az elmúlt egy esztendőben a világ elé tárt, tehát a semmi nem drága és semmit nem torolunk meg gondolkodásmódja. De vajon az a Nemzetközi Büntetőbíróság, amelynek nem tagja és részese Oroszország, el tud-e járni egyáltalán Putyin elnökkel szemben? Ennek az elméleti lehetőségei adottak, ugye erre az adja a lehetőséget, hogy annak idején még 2014-ben, utána még több alkalommal Ukrajna egy egyoldalú nyilatkozattal alávetette magát a bírósági hatóságának, ami azt jelenti, hogy az ukrán állam területén elkövetett nemzetközi bűncselekmények tekintetében a bíróság vizsgálatokat folytathat, és adott esetben konkrét eljárásokat is. Természetesen ez egy gyakorlati kérdés, hogy Putyin elnök vagy a másik személy, akiről a letartóztatási parancs szól, kikerül-e valaha Hágába a bíróság elé, de az elméleti körülmények, lehetőségek, feltételek azok adottak. Azt, hogy hogyan kerülhet egyáltalán Hágába, azt arról majd mindjárt beszéljünk. Egyébként az orosz gyermekjogi ombudsman a másik személy, aki ellen körözést adtak ki, és a bűncselekményekhez kötődő esetek, azok javarészt a gyermekek jogainak sérelméről szólnak. Nagyon sokan azt várták, hogy mondjuk a bucsai mészárlás vagy hasonló katonai bűncselekmények lesznek azok, amelyek itt előkerülnek, és egyáltalán nem. Gyerekek deportálása Oroszországban, ami nyilván szintén katonai bűncselekmény, de teljesen más jellegű, mint amit Bucsában láttunk. Ez mennyire súlyos abban az értelemben, hogy ez egy háborús büntet lenne? Most ezért a cselekményért, hogy miért pont ebben emelt most a vádat az ügyészség, vagy miért került be a letartóztatási parancsba, erről belső információim nekem nincsenek, de azt érdemes tudni, hogy már pénteken a Nemzetközi Büntetőbíróság elnöke mondta, hogy azért várhatóan lesznek más ügyekben, más cselekmények kapcsán és vádemelések majd. Én most úgy gondolom, hogy egyrészt maga ez a cselekmény, ennek a súlyossága és az a fajta felháborodás és a megítélése, amit okozott az elmúlt hónapokban, ez egyik indok, a másik az, hogy ez azért egy viszonylag jól bizonyítható bűncselekményi kategória, tehát sejtem, hogy az elmúlt hónapok vizsgálatai erre már bizonyítékokat is fölhajtottak, ezért emeltek ebben vádat. És egy utolsó gondolat a cselekmény tekintetében, én is egy picit meglepődtem, de nem azon lepődtem meg elsőlegesen, hogy ez a cselekmény lett a vádtárgya, hanem azt, hogy háborús bűncselekményként jelent meg a letartóztatási parancsban, hiszen ez a cselekmény egyébként népirtást is megvalósíthat. Tehát akár még népirtás miatt is vádat emelhetett volna a Nemzetközi Büntetőbíróság. Gyermekek erőszakos átkényszerítése, elvitele, deportálása egyik csoporttól, népcsoporttól a másikhoz, az akár még népirtást is megvalósíthat. Valószínűleg itt bizonyítási nehézségek miatt egyelőre csak a háborús bűncselekménye alakzatnál maradt a bíróság. Közben a kedves nézők elképesztő képeket látnak Ukrajna háború viselt területéről, de hát lassan az egész terület az. Visszakanyarodva egy utolsó kérdéskör erejéig ahhoz, hogy hogyan érvényesítheti a Nemzetközi Bíróság ezt az eljárást Putyinnal szemben. Hogyha ő kiteszi a lábát Oroszországból, és egy olyan ország területére lép, nyilván véletlenül nem fog ilyet tenni, amelyik részese ennek a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, akkor őt
köteles az az állam elfogni? A rövid válasz az, hogy igen. De minden részes állam a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsát végrehajtani köteles. Na most azért láttunk olyat az elmúlt években, például Al-Bashir szudáni elnök esetében, hogy elment olyan állam területére, aminek le kellett volna fogni, ki kellett volna adni, ez sajnos nem történt meg. Erről a bíróság meg is állapította egyébként, hogy az érintett állam megsértette a statutumot. Ez pedig azt jelenti, hogy viszonylag korlátos lesz Putyin egyébként sem gyakori mozgása? Igen, ez pontosan azt jelenti, és az egy érdekes kérdés, hogy vajon az orosz külpolitika, én arra számítok, hogy bizonyos mértékig egyfajta ilyen agresszívabb, aktívabb külpolitika lesz ezek után, simán elképzelhetően tartom, hogy egy-két olyan részes állam is fölkerül majd a utazási célpontok listájára, aki egyébként részese a statutumnak, és Putyin elnök is az orosz külpolitika egyfajta kritikus hűségtesztnek próbálja majd alávetni ezeket a szövetségeseket, hogy vajon adott esetben megmernek-e lépni bármit, vagy adott esetben akár elárulják a Nemzetközi Büntetőbíróságot és a vele szemben fennálló kötelezettséget. Mond egy-két államot, amelyik benne van a megállapodásban, és úgy gondolja, hogy nem tenné meg, vagy nem merné megtenni Putyin letartóztatását? Magyarország. Pont a magyar kormányra gondol? Például, hát Magyarország részese a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumának, és az elmúlt évek magyar-orosz bilaterális kapcsolatai, az elmúlt egy év Európai Unió szintű politizálása a szankciókkal kapcsolatban és sok minden. Magyarországot azt gondolom, hogy egy tökéletes jelölt állammá teszik abból a célból, hogy Oroszország ilyenfajta hűségtesztnek tegye ki. Természetesen nagyon bízom benne, hogy ez nem fog megtörténni, de azért néhány évvel ezelőtt Magyarországon meghívásra megjelent és tartott is előadást a volt munkahelyemen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy olyan személy, akivel szemben azért fölmerült, majd később a Nemzetközi Büntetőbíróságban az üldöztetés letartóztás igénye fölismerült. Tehát maradjunk annyi, hogy a magyar kormányzatnak mutatott olyan jeleket az elmúlt időszakban, ami adott esetben egy ilyen célpontnak alkalmassá teheti. Hát azt a hírt halljuk, hogy Putyin érkezik Budapestre, akkor tudjuk, hogy mire gondoljunk. Lattman Tamás, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A nemzetközi jogásszal folytatott beszélgetés volt az utolsó ma az Egyenes Beszédben, de a háborús téma az megy tovább itt az ATV-ben, mert hogy ha jól sejtem, akkor Lampi Ágiék is ezzel készülnek. Szervusz Ágnes! Szervusz Ágnes, jó estét kívánok a nézőknek, így van, és onnan fogjuk folytatni, ahol ti abba hagytátok, mert hogy ugye a párizsi lengyel nagykövet pedig arról beszél, hogy Lengyelország háborúba lép, hogyha Ukrajna veszít Oroszország ellen. Aztán a nagykövetség igyekezett ezt a kijelentést cáfolni, és közben valóban a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság pedig elfogadó parancsot adott ki Putyin ellen. Egyébként Medvegyev erre úgy reagált, vagy úgy fogalmazott, hogy a bejelentésnek szörnyű következményei lesznek, még akár egy atomcsapás sem elképzelhetetlen a bíróság épülete ellen. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, meg arról, hogy közben a kínai elnök ugye Moszkvába érkezett Putyin elnökhöz, az amerikaiak pedig továbbra is sürgetik Magyarországot, hogy késlekedés nélkül ratifikálja Finnország és Svédország NATO csatlakozását. Hát ehhez képest ugye Kocsis Máté azt jelentette be, hogy ugye a március 27-ére hozták előre Finnország csatlakozásáról szóló szavazást, de a svédről csak később döntenek. És arról is szó lesz, hogy a publikus kutatása szerint a magyarok egyre nagyobb arányban okolják Brüsszelt, még az inflációért is, úgyhogy ezeket fogjuk beszélni a vendégekkel, Mesterházi Attilával, Brenner Kolomannal és Kaiser Ferenccel. Néhány perc múlva kezdjük, úgyhogy várjuk a nézőket. Lényegében folytatjátok az Egyenes Beszéd témáit, hiszen ezek javarészt szóba kerültek itt is az elmúlt órában. Jó munkát nektek, köszönjük az ajánlást, Ági. És holnap este én is várom önöket újra az Egyenes Beszédben. Remélem, hogy együtt töltjük a holnap estét is. 19:25-kor mi jövünk. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok.